Felülről jövő erő. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Ézsaiás könyve, 40. fejezet, 29. vers. Mit tesznek egyes emberek a fáradó lóval? Jobban ostorozzák, ha pedig eltörik a lába, lelövik. Úgy tűnik, hogy az emberrel sem bánunk jobban. A munkaadók gyakran kizsigerelik, az utolsó energiatartalékukig kihasználják az embereket. Ha pedig végképp elfáradtak, kidobják őket. Mintha a keresztények sem lennének jobbak. Addig jó egy testvér, amíg a normák az elvárások szerint él, szolgál. Ha elgyengül, elfárad, kap néhány közhelyet, és ha ezek nem állítják talpra, jön a kiközösítés vagy más szankció, abban a hiszemben, hogy meg kell tisztítani az egyházat, a gyülekezetet a konkolytól. Isten másként bánik velünk. Tekintsünk Illésre. Elkeseredetten, életuntan fekszik egy bokor tövében, és meg akar halni. Mit kap? Pogácsát és vizet. Utána, miután kigyalogolta magát, és lelkileg is sikerült stabilizálódnia, küldetést. A fáradt tanítványokat Jézus pihenni hívja, és közel vonja magához. Isten nem mint selejtre, mint haszna vehetetlenre gondol a megfáradtakra, az erőtlenekre, hanem mint akiket fel szeretne tölteni. Ha kiürül a benzintartály, nem lökjük a szakadékba az autót, hanem tankolunk. Ezt teszi velünk Isten. Ha Isten küldötte vagy, neked is követned kell ezt a módszert. Segíts megérteni és megcsinálni gyermekednek, unokádnak a leckét, ha nehezen megy neki, és ne kritizáld. Menyedet se szapuld, hanem segítsd hozzá, hogy igazi konyha tündér legyen. Szüleidet s a nagyszülőket szeretettel gondozd, mert mosolyod, kedvességed, forrást lehet az erőhöz, az életkedvhez. A munkatársaidat segítsd, hogy formában legyenek. Imádkozz testvéreidért, hogy Isten segítse meg őket naponta. Gondold végig és jegyezd le, hogy lehetsz olyan, aki Istenhez hasonlóan segít. S ha ezt teszed, az erődet, lásd csodát, visszanyerted.